Köszöntöm nézőinket! Értékeink címmel a Tolna megyében megvalósuló fejlesztéseket szeretnénk közelebb hozni Önökhöz. A beruházásokhoz a területfejlesztési operatív program 27,5 milliárd forintos Tolna megyei kerete biztosítja a forrásokat, és a pénzből megvalósuló fejlesztések nem egyszer elválaszthatatlanok azoktól az értékektől, melyeket a Tolna megyei Értéktárbizottság az elmúlt időszakban lajstromba vett. Az erdő és a tó kitűnő mikroklimát biztosítanak a falunak, erdeiben sokféle vad található, különösen szarvas állománya híres, területén lőtték 1891-ben azt a szarvasbikát, mely 14,5 kg-os agancsával hosszú ideig világrekord volt. Talán már kitalálták, hogy most szálkára látogatunk. Szálka a szekszárdi dombvidék déli részén fekszik Szekszártól és Bonyháttól egyformán 12 kilométerre. Keletre a Sárköz termékeny síksága, nyugatra a völgység, északra pedig a hegyhát húzódik. Határa változatos, dombokkal, völgyekkel szabdalt. Erdőkkel sűrűn borított vidék ez. Utunk itt kezdődik, a két völgy határolta, hosszan elnyúló faluban. Szálkára, erre a csodálatos természeti környezetben épült településre érkeztünk meg. Szerintem azt nyugodtan elmondhatom, hogy nincs olyan Tolna megyei, de talán az ország más megyéjét is mondhatnám, akik ne gondolnának jó szívvel erre a településre, hogyha kimondjuk azt, hogy Szálka, talán mindenkinek egy jó fürdőzés, egy gyönyörű séta, sport, tehát szabadidő eltöltése jut eszébe. Summa summarum egy dolgot biztosan nem tudnak, amit én már tudok, és mindjárt el is mondom, hogy miért tudom. Nem régen fiúgyermek született a településen, ezt pedig jelzi az a zászló, ami az önkormányzat épületének oldalára van feltűzve, ez egy kék zászló, most ugye nem látszik, de egy gólyát mutat a közepén, és hogyha lánygyermek születik a településen, akkor egy rózsaszín zászlót tesznek fel, hát ez is egy érdekesség, és egy olyan apró figyelmesség, ami mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy egy gyönyörű település élhető környezetben, és az itt lakók igazán otthon érezhetik magukat egy értékes vidéken. A település a honfoglalás idején jött létre, évszázadokon át apró falu volt. De hogy többet is megtudjunk Szálkáról, a polgármestert Pálffy Jánost hívtuk segítségül és kalauzunkul mai műsorunkban. Szálka történet elég régóta kezdődött, az 1015-ös évek óta vannak feljegyzések, úgyhogy több mint 1000 éves település, azóta létezik Szálka, lehet, hogy már előtte is létezett, de feljegyzések 1015-től vannak. Ami hát először nem is Szálka volt, hanem két része volt, hosszú volt, Kis Szálka, meg Nagy Szálka, pár házzal mindegyik, egyik 16 ház, másik 10, a 16 házas volt nyilvánvalóan Nagy Szálka. Később ez egyesült, és Szálka lett, nem Szálka, hanem Szálka, majd később lett a település neve Szálka. Elsősorban mezőgazdasággal foglalkoztak régmúltban, nagyon sok kis parcella volt, vannak régi térképeink, ahol ezeket a nadrágszi parcellákat lehetett látni, de hát ebből éltek itt az emberek, mert itt ipar meg más lehetőség nem volt, mindenki mezőgazdaságból is állat. Tenyésztésből, állattartásból boldogult. Szálka az 1500 fős település volt. Törekszünk arra, hogy ez a fele haladjon az elmúlt elkövetkező időszakban is, és a rácok, szerbek, németek laktak, és a kitelepítés után ez 350 főre lecsökkent, és innét vagyunk most 661-en. Megyünk fölfele, évente gyarapszik a lakosság száma. Hogy a hajdani Szálka, illetve mai Szálka név honnan eredeztethető, csak nyelvészeti találgatások vannak, pontos feljegyzéseket azonban nem találni. Szálkán korábban nem kellett iparűzési adót fizetni, így a vállalkozóknak, vállalkozásoknak igazi adóparadicsomot jelentett a település, az elvonulni vágyoknak pedig csak szimplán egy paradicsomot. Egy nyugvópontot a dombok ölelése között. De jelenleg 40 ezer ember látogat Szálkára, aminek az egyik vonzereje természetesen a tó. De hogy ne csak beszéljünk róla, hát irány a Szálkai tó. A rendezési tervünket úgy alakítottuk ki, hogy a természeti értékeket természetesen figyelembe vettük, és arra nagyon-nagyon vigyázunk, és a későbbiekben is ez a tervünk. A rendezési tervünk az úgy szól, hogy a völgyeket engedjük csak beépíteni, a tó környékét nem, pont azért, hogy ezt a
természeti szépséget ne rontítsuk el különböző házakkal, úgyhogy csak ha jön valaki a tó mellett, akkor nem lehet látni a házakat, csak amikor odaér a völgy szájához, akkor lehet látni, hogy itt van egy település. De a természet az maga szépségében megmarad, és meg is fog mindaddig maradni, amíg mi leszünk, az biztos. A tó az 64 hektár, egy nagy tó, két horgászegyesület működik, mindenféle hal van a tóban, és a rekord hal, amit fogtak, az 70 kilós szürke harcsa. De egyre több horgász jön, hál' Istennek, mert lehet halat fogni. És ez a lényeg a horgászatnak, ha fognak halat, akkor jönnek is horgásznak. Hát mondjuk a magam részéről, én például elüldögélek akár napestig egy horgászbottal, mire egyáltalán észreveszem, hogy rég leették a kukoricát a horogról a halak. De engem bajosan is lehetne a horgász címre felterjeszteni. A lényeg, hogy aki tud, az fog is. A tározó alsó szakaszán nem ritkán 6-9 méteres mély részek is vannak. Ponty, amúr, csuka, süllő, harcsa, balin, keszekfélék, törpeharcsa és angolna is szembenézhet velünk a horogról, ha elég ügyes a horgász. A tó 38 évvel ezelőtti létesítése óta 28 halfaj talált itt életteret magának. Én már vizionáltam is a legközelebbi vasárnapi ebédet. No de van ennek a vidéknek még egy másik nagy vonzereje is. Mi már csipegettünk egy kis galagonyát, hát nem hiába mi is ki szeretnénk élvezni azokat a gyümölcsöket, amiket itt a szálkai természet adhat nekünk, és hogy egy kicsit csendben lennénk, és úgy várakoznánk 4-5-6 órát, vagy legalábbis itt maradnánk napnyugta után is, akkor talán még dám, gím szarvassal is találkoznánk, őzekkel és vaddisznókkal, mert hogy ezekre mind lehet vadászni itt a környező erdőkben. Itt három vadászás sem működik az a közigazgatási területen, úgyhogy igazából eléggé kapkodtak ezért a vadász területén, mert itt azért jó vadállomány van, és jókat lehet vadászni. Ugye hát ennek a vadászatnak Szálkán hagyománya van, mert 1891-ben lőtték azt a szarvasbikát, aminek a szobra itt kint áll a főtéren, és 60 évig volt világranglista vezető. Mindez 14,5 kg-os agancsának köszönhető. És talán ugye az étterem megnevezés a trófa is? Természetesen, mindenek körül forog, természetesen minden. Így van. Hát a vendéglátóegységünkre annyian járnak, hogy már időközönként be kell jelentkezni, hogy egyáltalán legyen hely. A nagy és látványos elemektől egészen az apróságnak tűnő, vagy éppen fel sem tűnő, de a településképet annál inkább befolyásoló tényezők teszik azzá Szálkát, ami. Ezt itt helyben találtuk ki, hogy minden utca a táblán legyen rajta az utcánról elnevezett személynek a képe, valamint az utcatábla tetején a helyben élő egy-egy madár. Ugye minden utcatáblán másik madár van, és az mind itt helyben él. Ez volt a cél, hogy a helyi adottságokra próbáljunk összpontosítani. És hát ugye én nem láttam még ilyet sehol, még nem utánozták le, de aki látta és idáig nézte, azt mondták, nagyon ötletes és nagyon szép. Hát és ugye mi törekszünk arra, hogy minden fából készüljön elsősorban itt minden. Szóval a Szálka település közigazgatási területének 67%-a erdő. Ez egy nagyon nagy szám, és ugye itt a fa az domináns, és mi szeretünk mindent általában fából készíteni, nem egyébből. Valamint ugye mi megfelelő színeket használunk, megvannak a domináns színeink, a domináns színeink a zöld, a sárga, a mahagoni és a magyaró színek, úgyhogy az épületeinket megnézzük, akkor minden középületünk ilyen színezéssel van elkészítve, és ugye ezt átette a lakosság is, és ők is ezt követik, és ez nagyon szép település látképet mutat, hogy ez ilyen egységes. A falu központban vagyunk, és ezen az ismertető táblán lehet Szálka rövid történetét olvasni, ahol az 1015-ös évektől így vissza van vezetve, és onnét felidézi Szálka történetét, az itt lévő lakosságot, az itt lévő házak számát, amiről már talányi perccel beszéltem, és az, hogy a Szálka múltja és a jelene, jövője az majd azután lesz, reméljük.
A távoli múltról és a jelenről már beszéltünk, próbáltuk felvillantani Szálka értékeit, amitől igazán vonzóvá vált az elmúlt 10-15 évben a hely, nem csak átutazóknak, természetkedvelőknek, sportolóknak, pihenni vágyoknak, hanem az itt hosszú távú életre berendezkedőknek is. Mert Szálka egyre népszerűbb, mondhatni, presztízs értékű lakóhelyé vált. Ugye egyre több fiatal jön, hál' Istennek, nagyon örülünk, mert azért így ennél annál több gyerek is lesz, az óvodának ez fontos része, hogy az óvodát tudjuk működtetni, és nagyon sok fiatal költözik, és azt is elmondom, hogy hát elsősorban diplomás emberek jönnek, úgyhogy a 661 főből 140 diplomás ember és Szálkán, van, akinek több diplomája is van. Ma már el lehet mondani azt, hogy Szálkán elég jó módú emberek vannak, és nálunk meg kell gondolni, hogy a szociális keret költségeit hogy költsük el, vagyis a pénzeszközeit hogy költsük el. Közmunkásunk egy sincs, nem is volt. Úgyhogy itt igazából ilyen támogatási rendszer nem kellett működtetni, és nem is kell, mert itt pont az volt a fő, hogy az itt lévő helyben lakó emberek pénzhez jussanak, és magas értéken tudják eladni a telküket, amivel rendelkeznek. Így jutottak pénzhez, így tudták felújítani a saját kis házukat, a kerítésüket, a fürdőszobájukat, és ezért ilyen jelenleg Szálka, amilyen. Természetesen sok köze van ehhez az önkormányzatnak. Nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani, nagyon sok munkával. 52 pályázatot írtunk itt az elmúlt években, ebben a kisebb, nagyobbakat, inkább a nagyobbak a vízrendezés, a víz, a gázbevezetése, a vízminőségjavító program, vízrendezésbe két pályázatot is nyertünk, a különböző útépítések. Úgyhogy nagyon sok munka van ez mögött. Ma már, aki ma ide költözik, az nem tudja és nem látja, hogy miből indultunk és mivé lettünk. A több mint 50 sikeres pályázat és a mögötte húzódó beruházások megvalósítása 15 évet és 1 milliárd forintot ölelnek fel. De a tervek mindig a jelenhez igazodnak, így nemhogy fogynának egy-egy megvalósított munkával, inkább bővülnek. A megyei fejlesztési tervekben egyelőre ugyan nem szerepel Szálka turisztikai fejlesztése, de a polgármester bizakodó e tekintetben is. Mindenhol elmondom, és akkor most is elmondom, hogy régóta szeretnénk megvalósítani szálláshelyfejlesztést, valamint szálláshely építést, ami legalább 40 fős épületet jelentene, mert akkor igény van, hogy nem tudjuk kielégíteni, és ez óriási probléma, de ez nem csak Szálka, ez Tolna megyébe probléma, mert tudom, hogy az ország 0,7%-a a Tolna megyei turista forgalom az országos büdzséhez számolva. És ez kevés, de mindaddig, amíg nem tudunk szálláshelyet építeni, addig nem tudunk több turistát ide fogadni, mert ha nem tudjuk elhelyezni, akkor miért jönne, akkor egynapos turista lesz, és egynapos turista az nem itt fogja elkölteni a pénzét, hanem ott, ahol majd esetleg visszament a szálláshelyre, és ott étkezik, meg ott tölti el az estéjét. Úgyhogy ezek azért gondjaink. Ezen küzdünk, elmondjuk mindenhol, de hát évek óta próbálunk ebből lépni, sajnos ideig nem tudtunk. Szálka tavaly elnyerte a Virágos Magyarországért országos első helyezést. A környéket és a települést bejárva nincs bennünk kérdés e tekintetben. Nagyon közkedvelt település Szálka, egyszer a természeti adottságaiból adódóan, valamint az, hogy egy teljesen közművesített település, minden megtalált, mint bármelyik nagyvárosban, Szálkán ez mind megtalálható, és nyilvánvaló a természeti környezet, valamint a itt lévő szépségek vonzák ide az embereket. Szakó Gábor írói munkássága is megyei érték immár. Köszönhető ez a tavalyi értékvetélkedőn brillírozó Sárköz Szeretlek csapatának. A következő percekben velük beszélgetünk. Kártyákat kaptok, húzpok, foglaljatok helyet. 15 percet kaptok a játékra. Ha ügyesek vagytok, egy gyorsan dolgoztok, akkor még csak nem is kell kitölteni ezt a 15 percet. Menet közben föl lehet állni. Egy emberke mindjárt húz egy kártyát. Három. Királyok.
Három királyok, ügyes. 6 másodperc. Ennyi kellett, hogy megfejtse a feladványt a Sárköz szeretlek nevet viselő Decsi iskola csapata. Ezek a felvételek már az idei értékhangoló vetélkedőn készültek. Ez a csapat idén a dobogó legfelső fokára állt Decs színeiben, tavaly pedig még az Öcsényi általános iskola csapataként lobbiztak a zsűri előtt Czakó Gábor írói munkásságának megyei értéktárba emelése mellett. Ennek apropóján kerestük meg a fiatalokat legutóbb. Mivel mindannyian érdeklődő típusok vagyunk, ezért elvállaltuk, úgy voltuk vele, hogy miért ne. Az volt az első alkalom a tavalyi? Igen. Bár volt egy csapattagunk, ő már előtte évben is szerepelt, csak most sajnos nem tudott eljönni. Ő Varga Dániel István, a csapat egyik motorja, aki humorával és lendületes jókedvével a nehéz helyzetekben is erősítette a többieket. A Robi az volt a jó benne, hogy mindig mindent jobban meg tudott jegyezni, és elég nagy komolysággal tudott összpontosítani. Azért a viccben ő is benne volt mindig, de mégis azért ő is húzott minket kicsit inkább a komolyabb munka felé. Zsófi szerintem azért volt, hogy a csapattagja volt, és úgy egészített ki minket, mivel neki egy hatalmas kitartása van, azonban makacs is, hogy ha szabad így fogalmazni, és hogyha mi biztosra állítottunk valamit, hogy már pedig ez így van, akkor ő még egyszer megkérdőjelezte azt, és kiderült, hogy volt, sőt, legtöbbször volt olyan, hogy neki volt igaza. Ez pedig önmagában is lenyűgöző teljesítmény, hogy 3 fiatalember végül igazat ad egy hölgynek. Zsófi erényei mellé tehát az álhatatosságot is nyugodtan felvehetjük pozitív tulajdonságainak listájára. 4 különböző egyéniség volt, hogy a gyerekek is mondták, és mégis a verseny alatt nem a különbségek jöttek ki, hanem azok, amik összetartják a gyerekeket. Tehát egy igazi csapattá kovácsolódtak. Az értékvetélkedők azonban túlmutatnak csupán egy jó hangulatú csapatversenyen, ahol egymást és magunkat is a megmérettetések és közös munka által megismerhetjük. Azt gondolom, most már egy visszatekintő, hogy csak pozitív hozadéka van. Nyilván, amikor a felkészülési időt vesszük alapul, ahogy a gyerekek is említették, erre rengeteg idő rámegy. De így visszatekintve végre egy olyan vetélkedőn vehettünk részt, ahol nem csak az ismeretekről volt szó, ahol a gyerekek a szűkebb hazájukat ismerhették meg, és valahogy a múlt meg a jelen között, sőt remélem, hogy a jövővel is, 1000 szállal kapcsolódnak össze. Ennek igazából egy ilyen alapja lenne a hazaszeretetre nevelés. Én azt gondolom, ami manapság nagyon nehéz, tehát az iskolát segíti ebben mindenképpen. Ezt egy rendkívül nagy értéknek tartom. Rengeteg változatos értékkel, épülettel, étellel, Hungarikummal tudtunk megismerkedni, és mivel jóba vagyunk, jóba is voltunk, ezért érdekessé tették a közös témák, a közös érdeklődési körök, a felkészülési órákat. És ugye rengeteg időt áldoztunk be ennek, órák után, iskolai napokon. Nekem például, hogyha meglátok egy dolgot, akár merre járok, eszem is, hogy jé, erről volt szó a versenyen, és akkor mindenki így néz rám, hogy micsoda, mondom, hát igen, Hungarikum versenyen erről is tanultunk. Ez egy teljesen más verseny, mint ami az eddigi tapasztalataitokban volt? Hát szerintem valójában nem, ez inkább egy játékosabb és egy izgalmasabb verseny volt, de szerintem meg is tudhatunk sok mindent. Az épített környezetről, a kulturális értékekről, a magyar értékekről és a hungarikumokról. Mindegyikünknek más érdeklődési köre van. Én például, hogy most kerültünk a gimnáziumba, én matekfizikára mentem, tehát a humán oldal tulajdonképpen a legkevésbé érdekel, viszont ez vonzott, hogy akárhova elmegyek, ebbe bíztam a verseny előtt is, hogy akárhova elmegyek, mindig meglátok valami olyat, ami bennem volt ebben, és valamit mégis tudok róla mondani vagy gondolni, mivel megtanultuk és ezt átéltük, és ott voltunk. Czakó Gábor egy nagyon tartalmas és termékeny író volt. Nagyon sokféle témakörben írt, szóval nem egy konkrét fajta olvasói voltak, hanem volt, ami olyan elmélkedősebb volt, de volt olyan is, amit gyerekeknek is tudok ajánlani. Például az Adorján és Seborján, amit kifejezetten a fiairól és a fiaival írt. Olvastunk könyveiből,
és tanulmányoztuk a munkásságát, de mivel ez is érdekes volt, ezért nem volt ez számunkra megterhelő. Mivel Öcsényi csapatként indultunk, ezért próbálkoztunk Öcsényből valakit találni, de nem találtunk olyan értéket, aki minden feltevésnek megfelelt volna, mert ugye kikötés volt, hogy olyan, aki még nincs felterjesztve, és az irodalmi témában legyen. És aztán a Sa István úrtól kaptunk egy kis segítséget, hogy az Öcsényi csapat esetleg a decsi értékeket is választhatja, és itt hangzott el először Czakó Gábornak a neve. Ő gyönyörűen építkezik, tehát a hungarikumoktól kezdve egy globális egésztől egészen a sárköz értékei, és ahogy a gyerekek mondták, Öcsénynek meg Decsnek az értékeig is eljutottunk. Úgyhogy remélem, hogy ők a jelen, az volt a múlt, amit néztünk, és remélem, hogy a jövőnek is át tudják adni. Nagyon sok vicces élmény és jó élmény kötődik hozzá. Igazából nem tudnám azt mondani, hogy elfáradtam az egészben, mert az egésznek úgy álltam neki, hogy ezt élvezni fogjuk, és ez egy jó szórakozás lesz, és így is lett. Szerintem ezt az egészet nem egy stresszel értük meg, hanem egy szórakozással. Tényleg nagyon sok mindent megtudhattunk az értékekről, és nagyon sok játékos feladat volt, ami nagyon tetszett, mert amikor gyakoroltuk ezeket felkészülőn, akkor ugyanezeket tettük, például az activity, és több vicc is született ezzel kapcsolatban. Hát emlék neki egy nagyon szuper, izgalmas és biztos, hogy maradandó emlék, hiszen olyan emberekkel tudtunk dolgozni, akiket szeretünk, és egyszerűen egy élmény volt az, hogy egy különböző érdeklődési csapat mégis együtt tudott dolgozni, és mégis egy, mondjam azt, hogy egy nagy sikert tudtunk elérni ezzel, hogy megnyertük, és élményeket szereztünk. Igazából mi az, hogy érték? Ez nagyon nehéz megfogalmazni, és oda jutottam, hogy ami szép, ami jó, meg ami igaz, hogyha a szép Ernőt idézhetjük esetleg, hogy ami nem hal meg, ami nem múlik el, hanem ami örökké való. És én azt hiszem, hogy ebbe a versenybe ezt kapjuk meg, az ilyen értékeket. Ennyi érték fért mai műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!